Paksi disputát látják, köszöntöm Önöket. Sajtótájékoztatót tartott a regionális média képviselői számára a februárban kinevezett Kovács Pál államtitkár. A nukleáris szakember elmondta, a hazánkban termelt villamosenergia felét, azaz a hazánkban elfogyasztott villany harmadát a jelenleg működő atomerőmű biztosítja. Ennek élettartama 2032 és 37 között lejár. Paks 2 a kieső erőművi kapacitás pótlását szolgálja. Az új atomerőművi blokkok létesítése az évszázadipari beruházása Magyarországon, így az nagyon körültekintő tervezést, előkészítést igényel. A Paks 2 projekt jelenleg több mint 320 engedéllyel rendelkezik. A blokkok építése a létesítési engedély birtokában kezdődhet el. Ez a nukleáris ipar legbonyolultabb, legkomplexebb engedélyezési folyamata, amit az is jellemez, hogy a dokumentáció körülbelül 300 ezer oldal. A projekthez kiterjedt komplex térségfejlesztési program társul, amely a közlekedéstől az élelmezésen át a szórakoztatásig minden területet felölel. Az utóbbi feladatokat Becskeházi Attila, az új blokkok létesítését Kovács Pál koordinálja államtitkárként. Kovács Pál államtitkár regionális sajtótájékoztatóján elmondta, hogy 1988-ban a Moszkvai Atomenergetikai Egyetem atomerőművek és berendezések szakán szerzett diplomát mérnök hőfizikusként. Pályafutása 1988-ban a Paksi atomerőműben kezdődött, amelynek államtitkári kinevezésekor igazgatósági elnöke volt, amellett, hogy az MVM nukleáris igazgatói feladatait látta el. Időközben 6 évet dolgozott az OECD atomenergia ügynökségénél, illetve 2010-től helyettes államtitkárként az ország energetikájával foglalkozott. 2017-2018-ban pedig a Paksi atomerőmű két új blokkjának tervezésért, megépítésért és üzembehelyezésért felelős miniszter Süli János kabinettjét vezette. Az OECD-nek a világ 30 legfejlettebb tagállamának az atomenergia ügynökségénél dolgoztam 6 éven keresztül, ahol negyedik generációs reaktorfejlesztés volt az egyik fő feladatom. Ezt követően visszatérve Magyarországra visszatértem a Paksi atomerőműbe, majd 2010-ben kaptam felkérést a második Orbán kormány energetikai helyettes államtitkári pozíciójára, amelyet megtisztelő felkérést elfogadtam, és ezt követően ebben az időszakban éppen a Paksi atomerőmű hosszú távú jövőképének a gyakorlati feladatainak az átvezetéséről volt szó. Ekkor készült el a második országjelentés, amelyet az OECD-nek az energiaügynöksége támogatott. Ők megvizsgálták azt az energiapolitika, energiastratégia tervezetet, amely 2030-ig szólt 2050 éves kitekintésig. Ez az, ami megalapozta a Paksi atomerőmű bővítését. És 2011-ben elkezdtük az EU elnökséget. Az EU elnökséget sikerrel vittük véghez, majd 2011 második felében pedig mind a parlament, mind a kormányzat elfogadta a Nemzeti Energia Stratégiát, amely napjainkig az országunk energetikájának a meghatározó dokumentuma. Magyarország számára megbízható, az ellátásbiztonságot garantáló erőművi kapacitást kell biztosítani, hangsúlyozta Kovács Pál államtitkár. Azt mondta, a 2011-ben elfogadott energiastratégia alapját az atom, szén, megújuló energia alkotja. A karbonárak azóta jelentősen emelkedtek, így a szén és egyéb konvencionális erőművek versenyképessége csökken, az alkalmazásukat az energiakosárban ennek tükrében kell vizsgálni. Az államtitkár rámutatott, hogy a klímavédelmi célok érdekében karbonmentes megoldásokra van szükség, de nagyon fontos tényező az ellátásbiztonság, azaz az, hogy az időjárástól függetlenül kiszámíthatóan termelő kapacitások létesüljenek. Kell mindig a megújuló energiaforrások mögött olyan energiaforrás, amely masszívan, bármilyen körülmények között képes az áramellátásra versenyképesen, biztonságosan és megbízhatóan. Az atomenergia az pontosan ilyen. Ugye, mi pont erre vállalkoztunk, hogy a Paksi atomerőmű 1-4 blokkjának az élettartam lejárásához igazítva meglegyen az az átkötés, az az alternatíva, amely ennek az évszázadnak a végéig ezt a versenyképes, megbízható és biztonságos energiaellátást meg fogja tudni oldani. Ez a Paksi atomerőműnek az 5-6-os blokkja. Ugye, annak idején, amikor az energiastratégiát elkészítettük, akkor
ahogy miniszter úr is azt egyik nyilatkozatában említette, hogy igazából nem az a kérdés, hogy a Paksi atomerőmű 5. és 6. blokkjára szükség van, hanem az a kérdés, hogy mire van még szükség ezen túlmenően, hogy az import függőségünket csökkentsük, hogy az ellátás biztonságát hosszú távon megalapozzuk. Ezért mi annak idején, hogy a 2011-ben már megfogalmaztuk azt, hogy a Paksi 5-ös 6-os blokk megépülését követően kérdőjellel, de ott szerepel, hogy mi lesz majd 2032-38-at követően, amikor az 1-es 4-es blokk leállítása tervezetten majd elkezdődik. Mert akkor is ugyanilyen megbízható, klímabarát, zöld, biztonságos energiaellátást kell garantálnunk a magyar fogyasztóknak és a magyar iparnak is. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, azaz az OECD friss tanulmánya szerint a megújulók arányát gazdasági és technológiai szempontból legfeljebb 30%-ban javasolt alkalmazni az energiakosárban, emlékeztetett az államtitkár. Felhívta a figyelmet a MAVIR közelmúltban megjelent kapacitás elemzésében két fontos tényre. Az egyik az, hogy az előrejelzések szerint 2033-ra a hazai energiakapacitás megfeleződik. Tehát nem az a kérdés, hogy szükség van-e Paks 2-re, hanem az, hogy még milyen további erőművek épülnek. A másik, hogy a hazai erőműpark legjobban teljesítő egysége, Paks kihasználtsága évek óta 90% körül vagy a felett van. A Paksi atomerőmű két új blokkjának létesítésért felelős államtitkár arra is kitért, hogy hiába terjednek az energiatakarékos eszközök, a villamosenergia fogyasztás nő. Magyarországon tavaly olyan sok áramot fogyasztottunk, amennyit korábban még soha, ráadásul a rendszerterhelési rekord idén már több alkalommal is megdőlt. Illetve többször kellett tartalékerőműveket elindítani, mert az import lehetőséget az ország kimerítette. Amikor az importnál már további határok, lehetőségek nincsenek, tehát a minket a szomszédos országokkal összekötő vezetékeken keresztül már több áram nem tud átjönni, vagy nincs elérhető kapacitás. Ilyen esetből volt azt hiszem 5 vagy 6, amikor ezek a vésztartalék erőművek elindultak. Ez a korábbi évekre szintén nem volt jellemző. Tehát ezek a turbinák évente 1-2 órát, 8-10 órát, ha mennek, most egész napokat mentek, ez azt jelenti, hogy az európai piacon is már mutatkoznak annak a jelei, hogy a tartalékok, a hálózati rendszer tartalékok, amelyek más országokból biztosítanák a mi részünkre azt a bizonyos import lehetőséget, azok is leépülőben vannak még meg erőteljesen. És akkor innentől kezdve, amikor az ember műszaki oldalról belegondol, akkor el kell gondolkozni azon, hogy ez a kérdés ez már nem csak szimplán erőmű létesítési vagy nem létesítési kérdés, hanem ez már nemzetbiztonsági kérdés. Ugye a gazdaságot nem szabad ellátás nélkül hagynunk. Nekünk az a felelősségünk, hogy a fogyasztóknak legyen az ipari vagy lakossági fogyasztó az adott időpillanatban az adott villamos áram igénye az kielégítésre kerüljön. A gazdaság fejlődése az energiahatékony megoldások ellenére az áramigény növekedésével jár. A Paksi atomerőmű két új blokkjának megépítését azonban elsősorban nem ez, hanem a meglévő áramtermelő kapacitások kiesése teszi szükségessé, mondta Kovács Pál. Emlékeztetett rá, hogy a hazánkban termelt villamos energia felét, a hazánkban elfogyasztott villany harmadát a jelenleg működő atomerőmű biztosítja. Ennek üzemideje 2032-2037 között lejár. A blokkok leállításra kerülnek, pótlásukról gondoskodni kell. Ezt a célt szolgálja a Paks 2 projekt. Az új blokkokkal Magyarország villamos energiaellátásának biztonsága nő, hisz az áram forrása az országhatáron belülről lesz biztosítható, összegezte az államtitkár. Kovács Pál újságírói kérdésre arra is kitért, hogy a Paks 2 projekthez kapcsolódó térségfejlesztési program folyamatban van. Ezek a fejlesztések, ezek tervezése az folyamatban van, és a kivitelezés is hamarosan elkezdődik a régióban. Gondolom többen hallották már, hiszen ez komoly hír volt, hogy itt nem sokára egy híd épül Kalocsa és Paks között. Folyamatos az érdeklődés az itt helyben a beruházás mentén letelepülő cégek
részéről, hogy ők is itt telephelyet alakítsanak ki ezen a környéken, és ez természetesen nem csak Paks városát fogja érinteni, hanem a környező régióban igen sok települést is fog érinteni, hiszen annak a munkaerőnek az elhelyezésében, akik majd az atomerőmű építésén fognak és szerelésén fognak dolgozni, őnekik az ellátásáról, az elhelyezéséről gondoskodni kell. Most első fázisban úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a telephelyhez vezető utak és egyéb infrastruktúrák megépüljenek, tehát a vízellátás, áramellátás. Ugye a paksiak már láthatták azt, hogy az a két transzformátor, ami a telephelynek az áramellátását biztosítja, ez az épület, ez már megépült. A többi kiszolgáló építménynek az építését is hamarosan látni fogják a helyi lakosok, akik eljönnek meglátogatni a környező telephelyet. De ugyanígy ugye komoly fejlesztések várhatók az egyéb infrastruktúrák terén is, tehát az iskolák, óvodák, az egészségügy terén. Kovács Pál beszámolt róla, hogy a projekttársaság a munkaterületet biztosította a fővállalkozó számára az első felvonulási épületek megépítésére. A szakemberek pedig ezzel párhuzamosan a létesítési engedély iránti kérelem összeállításán dolgoznak, amely a legnagyobb és legkomplexebb engedélyezési lépés a projekt megvalósítása során. Az új blokkok létesítési területén, elegettéve a fővállalkozói szerződés által rögzített feladatnak, a transzformátorállomás elkészült, tehát a magyar fél biztosítani tudja a villamos energiát az építési-szerelési munkákhoz. Három épület engedélyezése megtörtént. Az Országos Atomenergia Hivatal kiadta a szükséges dokumentumokat. E felvonulási épületek, melyből összesen mintegy 80 lesz, megépítés az orosz fővállalkozó feladata, jegyezte meg Kovács Pál. A Paks 2 beruházásért felelős államtitkár felhívta a figyelmet, hogy várják a szakembereket, akikkel együtt dolgozhatnak. Keressük azokat a kollégákat, azokat a szakértőket, akik a munkánkat még intenzívebbé tudják tenni. Igyekszünk természetesen Budapesten is helytállni a parlamenti munkába, a jogszabályalkotási tevékenységünkben, illetve a nemzetközi kommunikációs feladatok terén is, hiszen eléggé komoly a nemzetközi érdeklődés a paksi projekt iránt, hiszen Pakson úgy, ahogy 40 évvel ezelőtt is egy kiváló nemzetközi referenciát teremtettünk, úgy most az 5-ös 6-os blokkal is szintén egy kiváló nemzetközi referenciát teremtünk a kiváló orosz blokkoknak. Ugye itt most 3 plusz generációs reaktorok épülnek, amely ma a világon a legmodernebb, és amelyből a legtöbb referencia példányt Oroszországban, ugye az orosz Rosatom építette meg, és akinek elég komoly megrendelései vannak világszerte. Bővült a TEI települések listájának sora. A társulás a február végén megtartott ülésén határozott úgy, hogy Dunapataj, Györköny és Madocsa beléphet, tagokká válhatnak május 1-ével. A frissen belépett települések polgármesterei örömmel fogadták a döntést, várják a társulás által nyújtott lehetőségeket és a tájékoztatást. Három település nyújtotta be csatlakozási kérelmét a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társuláshoz, amelyeket legutóbbi ülésükön fogadtak el. Május 1-ével lesz Dunapataj, Györköny és Madocsa, hivatalosan is a társulás tagja. Madocsa kapcsolata mindig kiemelkedő volt az atomerőművel, a belépést követően abban bíznak, hogy több információt kapnak majd, és több lehetőségük lesz a települést fejleszteni a támogatási lehetőségeknek köszönhetően. 160 milliós költségvetés mellett elég sok tervünk van, és ugye azt szeretnénk, hogy ezt a plusz forrást, amit legfőjebb a TEI-től kapunk, bár még nem tudjuk, hogy ez mit jelent, csak reménykedünk, hogy kicsit sokat, de ezeket a forrásokat mindenképpen szeretnénk pályázat útján még többé varázsolni, és úgy fejlesztési feladatokat ellátni. A polgármester úgy gondolja, a jövőben tervezett fejlesztési tervek között elsődleges feladatként szerepel egy bölcsöde kialakítása, útjaik felújítása és a belvíz csapadékvíz elvezető árkok rendezése. Dusnoki Csaba bízik benne, hogy Dunapataj számára is bővülnek a fejlesztési lehetőségek, számukra központban a gyermekek állnak, meglévő intézményeik folyamatos korszerűsítése elsődleges cél.
Ez mellett nagyon fontos, hogy legyen sportolási lehetőség, hiszen gyermekeinknek ez egy fontos dolog, nem csak a mindennapos testnevelésben, hanem amúgy is, és igazából a közművelődés terén is jelentős forrásokat kell mozgósítanunk. Dusnoki Csaba kiemelte annak jelentőségét, hogy a társulásnak köszönhetően több információhoz juthatnak az atomerőműről, ami segíti majd a lakosság tájékozottságának növekedését és az atomenergetika még szélesebb körű elfogadottságát. Györkönyi polgármestere kiemelte, hosszú ideje azon dolgozott, hogy települése is a társulás tagja lehessen. Nagy örömmel fogadták az ülés során hozott döntést. Egyrészt Paksa szomszédos település vagyunk, illetve a Teitbe a 12 kilométeres sugarú körbe is beletartozunk, úgyhogy mi úgy gondoltunk, hogy régóta ott volna a helyünk. Anno valamilyen helyi, illetve a Teit alakulás, akkor valami miatt nem kerültünk be, de hát attól függetlenül oda tartozunk, és most köszönjük, hogy a társulás megszavazta a bizalmat, és velük együtt fogunk majd a továbbiakban dolgozni. Braun Zoltán elmondta, a társulási támogatást az új belépők már idén megkapják. Ennek köszönhetően nagy álmuk, településük tornatermének megvalósítása válik lehetségessé. Partnereivel találkozott az MVM Paksi Atomerőmű ZRT az Erzsébet nagy szállodában. A szállítói napon alkalma nyílik az atomerőműnek első kézből tájékoztatni beszállítóit az aktualitásokról, értékelik az elmúlt időszakot, és természetesen idén sem maradt el a kiemelt szállítói díj átadása. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT idén is találkozott partnereivel a szállítónap keretében. A rendezvény célja a kötetlen találkozás mellett értékelni az elmúlt időszakot, továbbá megbeszélni az elvárásokat és a fejlődési lehetőségeket. A beszerzési területnek az az egyik legnagyobb kihívása, hogy vannak olyan főberendezéseink, amelyek mögül az évek során kiestek a gyártók, vagy éppen átalakultak, vagy akár a terméküket vették le a gyártási palettájukról, és ezeknek a berendezéseknek is biztosítani kell a folyamatos alkatrész ellátását a karbantartásához, és az egy komoly problémát tud adott esetben, akár egy külföldi partner esetében, hogy olyan új szállítókat találjunk, akikkel az üzembiztonságot azt garantálni tudjuk. A szakmai beszélgetések mellett minden évben értékeli az atomerőmű a kiemelkedő teljesítményt. Így idén is átadták a kiemelt szállítói díjat, amelyet a Dunacenter Term üzemi szolgáltató Kft. Vehetett át. A díjat ugye minden évben egy olyan szállítónak adjuk oda, akinél a biztonság, a nukleáris biztonság iránti elkötelezettség az nem kérdőjelezhető meg. A teljesítése az valamilyen technológiához kapcsolódó, és hogyha ez a két alapfeltétel ez teljesül, akkor vizsgáljuk az elmúlt időszaknak a szállítói teljesítményértékelésen elért eredményeit. Aztán természetesen fontos a partneri kapcsolat, fontos az a munkának a minősége, amit elvégzett, és itt fontos azt gondolom elmondanom, hogy az idei díjazottunkat azt 150 szállító közül választottuk ki, és ehhez a szállítóhoz összesen körülbelül 400 szerződés tartozott. A kreatív képességüket a környezettudatosság és a hulladékmennyiség csökkentése jegyében is felhasználó alkotók jelentkezését várta a Paksi Atomerőmű az Alkotó Energia pályázatra. Az ország legnagyobb Csináld Magad megmérettetésén több kategóriában is osztottak díjakat. A pályázatok az ország minden pontjáról érkeztek, több korosztályt is megmozgatva. Harmadik alkalommal hirdetett győzteseket az MVM Paksi Atomerőmű ZRT az Alkotó Energia pályázaton. A beérkezett 1800 pályamunka közül választották ki a nyerteseket, akik díjátadó ünnepség keretében vehették át jutalmukat a zsűritől, Iványi Krisztinától a mozgalom elindítójától és Kovács Antaltól. A Paksi Atomerőmű szervezésében megvalósuló kezdeményezés célja, hogy elősegítse és népszerűsítse a meglévő értékek megőrzését, illetve felhívja a figyelmet a környezetet terhelő anyagok újrafelhasználásának lehetőségeire. A kommunikációs igazgató köszöntőjében kiemelte, fontos az értékek megőrzése és a környezettudatosság.
A hulladék mennyiségének csökkentése nem csak a bútor újrahasznosítók számára, hanem az atomerőmű életében is fontos szempont, hiszen a nukleáris létesítmény kis mennyiségű hulladék előállításával üzemel, és annak kezelése is biztonságosan kis helyen történik. Vaszkó Zsolt a mester kategóriában lett első helyezettként díjazva, aki egy fésülködő szekrényt újított fel egy hozzá tartozó ülőkével. Gyakorlatilag egy 3-4 évvel ezelőtt vásároltunk egy házat, és meguntuk ezeket a nagyon sablonos bútorokat, és úgy gondoltuk, hogy inkább örökségből származó dolgokat is, amiket ugye a családban örököltünk, illetve úgy gondoltuk, hogy inkább ebbe a stílusba megyünk el, és saját magunk állunk neki, és ebbe így bele ragadtunk így. Egyelőre, mivel nem ez a fő profil, teljes mértékben hobbi, de természetesen, hogyha bárki megkeres, akkor tudok vállalni, illetve nagyon szívesen vállalok. Amennyiben az idő engedi, hát az kisgyerek mellett azért elég necces, de próbálunk lépést tartani. Iványi Krisztina, az MBM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs főszakértője elmondta. Újabb tervekkel, ötletekkel készülnek megújítani Csináld Magad mozgalmukat. Nagyon remélem, hogy össze tudunk majd hozni egy pedagógus oktató roadshow-t, mert hát ugye minden tanár legalább 25 másik gyereknek tudja továbbadni a tudását. Szeretnénk a jótékonysági részét is fejleszteni, mert látjuk, hogy a közösségekben szigetszerűen, de már vannak olyan kezdeményezések, amikor jó szándékú bútoralkotók, hobbifestők elmennek és rendbe raknak kompletten szociális intézményeket, vagy rászoruló óvodákat, iskolákat. Ezeket a kezdeményezéseket most már így szeretnénk intézményesen is segíteni, eszközzel is, saját munkánkkal is, hírveréssel is. Az Atomenergetikai Múzeum megnyitásának 7. évfordulóján a természettudományos edukáció kérdéskör állt középpontban azon a rendezvényen, ahova most elsősorban a pedagógusokat várták. Az élményközpontú tudásátadása a múzeum elsődleges szempontja, így óvodástól az egyetemistáig az adott korcsoport számára érdekesen feldolgozott, megfelelő eszközöket használó interaktív programokon vehetnek részt a látogatók. Megnyitása 7. évfordulója miatt szerveztek programot az Atomenergetikai Múzeumban. A rendezvény alapötletét az adta, hogy majdnem napra pontosan 50 éve dőlt el, Paksra épül az atomerőmű. A múzeum számára az ismeretterjesztés, a természettudományos ismeret nagyon fontos, ezért szervezték programjukat a pedagógusok és az edukáció köré, mondta el Enyedi Bernadett, a múzeum vezetője. Először egy általános, tehát az általános múzeumpedagógiai alapvetéseket tartalmazó előadással nyitunk, és ezt követően pedig így a kicsik számára nyújtott programjainkat mutatjuk be, és akkor így haladunk szépen az általános iskola alsó tagozat, felső tagozat, középiskolák, és végül az egyetemisták számára is, hogy mit tudunk mi nyújtani. És akkor még egy nagyon lényeges dolog, hogy azon túl, hogy mi megmutatjuk, hogy mi milyen programmal tudunk készülni az intézmények számára, gyakorlatilag bárkinek a számára, aki az oktatásban valamilyen módon részt vesz, azon túl szeretnénk arra is lehetőséget biztosítani, hogy az intézmények is bátran keressenek minket olyan célból is, akár hogy alternatív oktatási helyszínként, vagy gyakorlatilag az együttműködésnek bármilyen formájában, ha kell, akkor tudjunk együttműködni. Tehát ez egy ilyen, hát egy közös gondolkodás is egyben, tehát hogy ez a mai rendezvényünknek a fő célja. Az atomenergetika megismertetése mellett olyan ismeretanyagot is biztosít a múzeum, amelyekről az energiatermelés kapcsán beszélni szükséges. Többek között a környezettudatosság, a megújuló energiaforrások és az atomerőművek klímaváltozás csökkentő hatása. A múzeum a rendezvény során mutatta be az Élet az atomerőműben című gyermekeknek szóló legújabb leporáló kiadványát, amely könnyen befogadható információkat tartalmaz a 6-tól 12 éves korosztály számára. Ennyi fért a Paksi Disputába, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!